Sziasztok! Köszöntök itt újra mindenkit, visszatértünk egy újabb steampunkos résszel, és hát persze itt teljesen elkészültünk ezzel a fegyvergyár projekttel, szóval tök jó halad, megvan a külseje, és belülről is egészen korrektek szerintem a gépek. Most már csak talán egy ilyen rack kéne, tudjátok, ahol fel tudjuk pakolni a fegyvereket, az armorokat elhelyezni, és így egy kicsit kidizájnolgatni, hogy minden könnyen hozzáférhető legyen. Egyelőre még így a lőszerek, meg a kraftolás az alkalmas dolgok is csak ide be vannak vágva a középre, ezeknek kéne csinálni egy helyet. Utána pedig lehet, hogy meg kéne oldanunk egy dolgot, mert most már tényleg csak egy lépés kell ahhoz, hogy ez fullosan automatikus legyen, és az pedig nem más, mint itt ez a lávatermelés. Ugyanis akárhány ilyen lávacsöpögtetős dolgot teszek, most nem akarom kibontani, de a lényeg az, hogy akárhány kis lávacsöpögtetős dolgot csinálok, egyszerűen ez a gép, ami ezeket a síteket állítja elő gyémántokból, olyan iszonyat mennyiségű lávát használ, hogy nem bírom vele tartani a lépést, tehát minden egyes alkalommal, amikor ezt eldolgozza, elhasznál 4x250 millibakit lávát, tehát pontosan egy 1000 millibakitot, ami pontosan egy vödör láva. Úgyhogy ebből a láva mennyiségből, ami most itt van benne, konkrétan 2 készíthető, és nekem viszont több 100 ilyenre lenne szükség, mert gondoljatok bele, hogy ehhez például kell megint 4-et felhasználni, akkor lesz belőle egy ilyen mechanizm, vagy hogyha esetleg lőszert akarok belőle csinálni, akkor megint csak elég sokra van igényünk, úgyhogy lehet, hogy elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, most már a lényegre rátérve, hogy megcsináljuk a vonatokat, amik átmennek a Netherbe, és hoznak nekünk lávát. Tehát egy nagy láva szállító vonatot kéne megcsinálnunk valahová, hát még nem nagyon találtam ki neki a helyét, hogy hol lenne jó, de el kéne vezetnünk ezt a sínt, és talán mondjuk itt, ezen a részen, ezt a szigetet még úgy nagyon használtuk, ide lekanyaríthatnék egy ilyen kis elágazást, ahol építünk egy Nether portált, ott átmegy a vonat, az ott található végtelen mennyiségű lávából kipumpáljon egy adagot, majd aztán visszahozza nekünk a felszínre. Persze ezt meg lehetne talán máshogy is oldani, mondjuk még több csepegtetővel vagy ilyesmi, de hát abban semmi izgalom nem lenne, semmi különleges, úgyhogy itt ez idő, hogy egy nagyon régi projektet megnézzünk, amit már olyan régóta tervezgetek, amióta csak a vonatokkal elkezdtünk foglalkozni, hiszen ez is egy nagyon jó feature, szóval mondjuk akár innen átvezessük az első vonatunkat a Netherbe egy portálon keresztül. Amúgy igen, itt van ez a tökös sziget, viszonylag így berendezetlenül, és hát ide is el szeretnék kezdeni építkezni valamit, úgyhogy jöhetnek az ötletek nyugodtan, hogyha van bármilyen ötletetek, hogy mit kéne ideépítsünk, kérlek írjátok meg kommentbe. Van kb. Ekkora helyünk itt, egy nagyon jó spot egyébként, mert így pont szembe van a szigettel, de nem tudom mi legyen itt, mert farm területeknek, mármint úgy, hogy növényes vagy állatos farm területeknek, talán nem a legjobb ez a hely, mert nem elég sík. De ugyanakkor lehet valami más épület meg tök jól elférne, úgyhogy tényleg írjátok meg. Egyelőre csak itt a szélére fogok építeni egy Nether portált. Ez az egyetlen hely, ahol jól néznek ki, mert itt kicsit úgy rejtve is van a dolog. Talán elég távol is van ahhoz, hogy az otthoni portálunkkal ne kapcsolódjon össze, de ezt majd meglátjuk. Plusz még hangulatilag is szerintem jobban illene ide, hiszen ezekkel az óriási tökökkel sokkal inkább ilyen fantazisebb ez a terület, és hát a Nether portál is ugye egy ilyen fantazi dolog, szóval valahol szerintem ide meg is fogom ezt csinálni. Na nézzük, megvan a terepsimítás, akkor jöhetnek a sinek, szépen ívesen. Nagyon jó, majd végigküldjük rajta a working train-t, és akkor az majd megcsinálja alá a blokkokat, hogy legyen egy kis híd, és akkor valahová, mondjuk ide jöhetne is egy portál, és aztán ugyanezen a sínen vissza is tudjuk küldeni, látjátok, és akkor vissza tud csatlakozni ugyanerre a körre, amivel itt aztán megy végig, és a lávát, hogyha minden jól megy, akkor ki tudja osztani ezeken az állomásokon, az összes helyszínen, ahol szükségünk lesz arra, hogy lávával dolgozzunk. Amúgy, ha már itt vagyunk, és lávát fogunk szerezni, akkor lehet, hogy kéne egy obszidián farmot is csinálni, mert hogy van 4 darab obszidiánom, az még arra sem elég, hogy egy rendes portált építsek belőle, szóval pillanatnyilag csak így tudok obszidiánokat szerezni, hogy ezeket így kiöntöm, kiszedem így kézzel, úgyhogy mi lenne, hogyha esetleg, ha már lesz végtelen lávánk, akkor egy ilyen obszidián farmot is megpróbálunk csinálni, mert ez pillanatnyilag borzasztó. Ráadásul ne felejtsük el, hogy ismételten szükséges ehhez a Diamond Steelhez is, nem csak a láva miatt, hanem hát Obsidian Powderből készül ez is. Plusz a Sturdy Sheetek is, ami meg a vonatokhoz kellnek, szóval mindenhez kell az Obsidian. Meg kell csinálnunk belőle rendesen egy farmot. Na nézzük, mekkora portál kell vajon ennek. Most csak először egyébként ilyet még kreatívba se teszteltem, hogy pontosan hogyan működik egy vonatnak az átküldése egy portálon, úgyhogy bízzunk benne, hogy így most így elsőre is
minden tök jól össze fog jönni. Mondjuk egyelőre ekkora portállal kezdjünk, aztán majd ennek a kidekorálását megcsináljuk később, be kell gyújtani, és nézzük, hogy hova tesz minket a túloldalt. Ez egy másik portál, ami jó, ami nagyon jó. Ez egy másik portál, mint ami az otthoni portálom lenne. Szóval, ez tök jó, akkor ezt itt le is bonthatjuk. Már fura ez nekem nagyon, hogy tudjátok, a fenti világ koordinátáit mindig el kell osztani 8-al, és akkor kapjuk meg a netherösöket, vagy hát pontosabban be kell szorozni, mindegy, valamelyik a kettő közül. De, hogy ugyanakkor, amikor legrendelje a portált, akkor sosem ugyanarra a pontra teszi le, mint a fenti koordinátája per 8. Mindig át kell számolni, és újra le kell helyezni. Szóval most megnézzük, és lehelyezzük az új helyére. Na, hát lehet, hogy ekkora lávató már elég lesz. Egy kicsit kell menni sajnos itt a föld alatt, de végig is, hogyha összetudjuk ezt kötni a portállal, akkor, hát igen, innen azért elég sok lávát ki lehetne szívni. Sőt, azt hiszem, egy bizonyos mértékű láva mennyiség felett, tehát ez már biztos, hogy megüti ezt a bizonyos mértéket, akkor onnantól kezdve a szivattyú végtelen sokat szív ki, és nem pedig ezt csapolja le, hanem egyébként is tök jó. Amúgy az lesz, hogy én itt elvezetem a vonatot a láva fölött, és van itt ez a két obszidián tüske, amik így tök szépen állnak egymás mellett, én átvezetem a kettő között úgy is, mert vissza kell, hogy kanyarítsuk egyébként is a vonatot. Na de jöhet is ismételtem, még egy portál ide a végére. Oké, és begyújtjuk, és megnézzük, hogy a túloldalt ténylegesen jó helyre kerülünk-e. Aha, szuper, szuper. Jó, és akkor folytatjuk innen a sineket. Cannot place portal track. De érdekes. Na jó, akkor valamit ezzel még kell csinálni. Aha, most rá kellett egyet frissíteni, és akkor látjátok, megváltozott a színe ennek a sínnek. Jó, és hirtelen itt a túloldalt is megjelent. Nagyon jó, nagyon jó. Hát akkor hozhatjuk is erre. Egyébként ezeket a síneket lehetni annyira jó érzésen satisfying, úgyhogy elhozzuk. Aj, annyira szépen hajlik. Oké, és akkor innen vihetjük végig. Jaj, nézd meg, hát ki van itt? Már megint visszatért a kis umpa-lumpa. Már nem olyan jók a trédjeid, most már az Asian Debriketből sokkal többet tudok szerezni. És most lesz itt ez a rész érdekes, itt a visszakanyarítással, hogy hogyan fogom tudni összehozni. Valahogy így, és nézzük. Járható-e esetleg így? Ja, hogy érzésre igazából aztán egészen jól eltaláltam. Jónak néz ki. Innen szépen visszakötjük valahogyan. Nagyon jó. Na ez az a húk, amit itt most megcsinált, és akkor kell egy adag Waterville, hogy energiát szerezzünk. Hát igazából nem csak Waterrel lehet ezeket a wheeleket hajtani, hanem ahogy láttuk a Nether Fortress-ekben simán megoldható ez lávával is, hiába van fából. Úgyse nagyon tudnánk egyébként az igazság itt a vizet lehozni a Netherbe, szóval muszájuk vagyunk ezekkel megoldani, de leteszek egy lávát. Magma wheel, tessék, erre még achievement is járt. Kell egy hose pulley és egy fluid tank, legyen itt a hose pulley, leeresztjük a csövét, és aztán pedig ilyen folyadéktartályokba betöltjük. Nagyon jó. Itt nagyon egyébként arra nem is kell figyelnünk szerintem, hogy hogyan néz ki a dolog. Tehát nem kell a dekorációval foglalkozni, nem hiszem itt a Netherön keresztül túl sok mindent szeretnék csinálni. Aztán kell pár shaft, a végére mondjuk egy rotation speed controller, csak hogy pumpálás sebességét is be tudjuk gyorsítani. Ennek így meg is adhatom így, hogy egészen jó legyen. Ide még egy ilyen nagy cogwheel, és azt hiszem ez be is indult. Hú, hát igen, így azért rohadt gyorsan telik, 12, 13, 14, ú, hát hogyha én ezt tudom. És igen, ki is írta, hogy végtelen mennyiségű lávát tud innen ebből az óceánból kiszívni. Szóval igen, hogyha én ezt tudom, hogy itt így be tudnánk gyorsítani, hát és ez nem is volt annyira sok munka, nem? Tehát építettünk egy portált, húztunk pár sínt, és sokkal többet szenvedtem a cseppkő bányászattal, meg hogy lementem, az többször elfogyott, nagyon messzire kell menni a felszínen, hogy szerezzek úgy cseppköveket, aztán mennyi koldról, meg mit tudom én, aj, de jó, hogy... És nézzétek, hogy telik. És mondjuk, hát nem tudom, hogy hol fog megérkezni a vonat, de tételezzük fel, hogy valahol majd itt, úgyhogy mondjuk ide elhelyezzük a portable interface-t. Na, és visszajöttem ide a vonatokhoz, ugyanis akkor szerintem elérkeztünk a pillanathoz, hogy megpróbáljuk átvezetni a portálon, és megnézni, hogy vajon mi lesz ennek az egésznek az eredménye. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Ez tényleg most lesz az első ilyen alkalom a
a sorozat életébe, sőt még nem is teszteltem le egyáltalán. Először csak itt szépen finoman bedugom az órát. Beszarás! És tényleg átment. Na jöjjetek, ezt hagyj nézzem meg kívülről. Hát ez hihetetlen. És még mindig egyben van a contraption, és tudok vele tovább menni úgy is, hogy az első kerekei már egyébként a túloldalon lesznek. Tehát ez is mennyire jó, hogy nem csak simán hozzáér az eleje, és az egész vonat átteleportál, vagy ilyesmi, hanem ténylegesen blokkról blokkra haladunk át vele a következő dimenzióba. Nézzük csak. Azt a rohadt. Hát ez őrületesen jól néz ki. Ahogy jelennek meg a többi részei. Hát ezzel nem bírok betelni, hát ez rohadt jó. Oké, és akkor valahol itt érkezünk ugye az állomáshoz. Nézzük, hogy mennyire jól tudtam belőni. Hát igen, igen, majdnem jó az állomás. Egy kicsit előrébb kell hozni, mert ott van a folyadék adagoló. Egy, kettő, mondjuk egy három blokkal előrébb hozzuk az állomást. Na nézzük meg itt. Leparkolunk. Ha jól látom, akkor már hozzá is kötődött. Aha, ott töltődik fel szépen 25, 27, 28, 29, 30 millibakit láva. Most nem várjuk meg, hanem rögtön megyek is vissza, kiteszteljük, hogy mi van akkor, hogyha majd egy automata vezetőt, mondjuk a rókát átkötjük ide. Amúgy van ilyen tüzes róka is itt a pokolban. Hoznom kéne esetleg olyat. Lehetne esetleg egy ilyen neve is ennek az egész helynek. Ez itt a high, nem a highway to hell, inkább high track way to hell, nem? High track to hell. Na és akkor igen, itt visszakanyarodunk a sírre, szépen át az eddig ismert dolgokon, és hát akkor le is pakolhatjuk a lávát a megfelelő helyen. És akkor nézzük, hogy ide is parkolunk. Rákötötte, és a láva átszállítva ott abba a tartályba lent. És szépen bekötöttem ugye a benti tartályokhoz, úgyhogy innen szívja is le a lávát, és tölti be ide, ahol az első szállítmánnyal már szinte az egy negyede fel is töltődött, tehát négy szállítmány alatt az egészet akár megtöltheti. Hú, ez nagyon jó, mert akkor ismételten visszaindíthatjuk ezt a gépet, és tudjuk készíteni továbbra is a obszidiánokból a dolgot, úgyhogy ja, készülnek is ezek a diamond sheetek. Mi a szar? Elaludt a kövér Laci a hintába. De jó dolga van. Nem mondhatja senki, hogy nem tartom jól az állataimat. Olyan sokat kellett bent ülnie, hogy inkább elaludt. Ahogy lehet, hogy csak bepijeltem, mert hogy ilyen kis buborékok szállnak ki belőle. Nekem nem tudom, nem ezzel szokták szimbolizálni az alvást, ez inkább a részegségnek a jele. Jó van, nem vagyok meglepődve. Most már csak a schedule-be kéne meganni, hogy menjen az új állomásunkhoz, ami pedig a Lava Station lesz. Rányomok neki, hogy oké. Hűha. Na hát erre kíváncsi vagyok, most akkor ez így elindult. Most lesz az első olyan utazásunk, ahol hát a vonatot nem én fogom irányítani, hanem ő fog átmenni majd a Netherbe. Kíváncsi vagyok, mi lesz belőle. Jó, valamiért nem látja, nem érzékelni. Most mindjárt oda megyek egy kicsit közelebb hozzá, és akkor megnézzük, hogy ez vajon hogyan működhet. Szóval... egészen ide portál elé állok. Lehet, hogy csak a szignálok zavarnak be? Aha. Ó, igen, 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 igen. Akkor viszont tudom, hogy mi volt a baj. Akkor várj egy kicsit. A szignálok bezavartak. Vélre lehelyeztem ide is egy ilyen szignál direkt azért, hogy... hát, hogy ne ütközzenek össze a vonatok, de ez lehet, hogy igen, így nem... ebben a formában így nem a legjobb. Akkor ezt innen itt levesszük. Akkor lehet, ezt is innen le kell venni. Ezt a szignált, ezt át kell helyezni mondjuk, itt tudom én, ide. Mert addig az ott állt, és nem indult el, ameddig én ezt le nem helyeztem. Úgy érzékelt, hogy ez a vonat, ez itt van. Szóval el kell választanunk ettől. És akkor ide kell még lehelyezni egy szignált? Vagy olyan nehéz ezt átlátni. Mondjuk ide. Aha. Jó, oké, oké, oké. Na így már jó lesz. És akkor vissza ide a vonatba. Tessék, megkaphatod. Júj, indul. Ah, minket itt hagyott. Mindegy, az a lényeg, hogy ő átment. Meg is csinálja ott a tankolást? Mennyi lávát viszel el, vagy vittél el? Hagyj nézzem csak. Én építek addig ide egy ilyen peront. Csak végig tudjak majd sétálni mellette. Róka uram, nem sül meg? Nagyon jó dolga van neki, igen. Kifejezetten igényli ezt a magas hőmérsékletet. Jaj, megindult. Ah! Oké. Okay. Akkor tesz egy kört. Gondolom, hogy feltöltődött. És megy vissza. Hú, hát ez csodálatos. És hogyha jól láttam, akkor már ide be is parkolt. És újra elkezdte tölteni a lávát. Amivel ilyen gyorsan...
nem, még nem végzett, ahogy végzett, még csak most kezdte el kitölteni. 130 bucket most még többet hozott, mint múltkor. Ebbe áttölti, na nézzük, és hát itt is van 108, 109, 110, töltődik fel, nagyon jó, és hát tényleg sokkal több lávát hoz, mint sem, hogy ezt a helyet ellássuk, szóval akár még lehet építeni ide más állomásokat is, ahol még lávára van szükség, és akkor ott is kipakolhat egy adagot. Nagyon jó, és akkor van most már egy vonatunk, ami tesz egy kis kitérőt, átugrik a Netherbe, hoz lávát, és ezzel együtt még az eddigi feladatait is ellátja, tehát például a faszállítást. Na, ezt megint nem így akartam mondani, mindegy, ez van. Nekünk pedig akkor most már talán csak egy kis dekoráció kell ide erre a helyre, meg itt a fafamra, a lényeg az, hogy el tudjuk helyezni valahogy ezeket a fegyvereket. Nézzek, hogy tetszik ennek az úriembernek, ezékiel. Tényleg olyan, mintha valami masinisztát látnál itt. Ez rosszba sántikál. Ez el akarja lopni a vezetékeket, nem? Most, amikor suliba jártam, egy csomó ideig azért nem tudtam rendesen bejárni a suliba, mert mindig valaki ellopta a villamos vezetékeket. Én ezt nem tudom, hogy lehetséges, hogy minden egyes tap lelopni onnan a dolgokat, de mennyi ilyen trading merchant érkezett most? Packet of Enderly Firefly, meg Lionfish. Bevásárolunk ilyen érdekes halakból. Hogy néztek ki? Ez? Hát ez nagyon érdekes. Gyönyörű. Oké, és a másik? Hű, ez meg ahogy elképzeltem. És még szúr is. Amúgy, ha már itt vagyunk, akkor ki kéne alakítani ide egy obsidian farmot is, amit a rész elején említettem. És ezeket bevizesítjük. Tök jó, hogy ezt így lehet waterlogolni. Helyezünk le pár csövet. Ezeket aztán bekötjük pumpával mondjuk innen fentről. Jaj, csak óvatosan, nehogy esetleg elkezdő össze-vissza folyni a láva. Jó, és... Jaj, ezekből cobblestone lett. Előbb van ott a víz, lehet ez a probléma. Lehet ezt itt alsónak sort így kell szenni, így. Nem, egy kicsit megemeljük akkor a vizet, és ezeket a trilleget is bekötöm minden a hátulról. Most már elvileg obsidiannak kell, hogy legyen. Aha, ott is van, és ez is mindjárt érkezik. Nagyon jó. És, ja, szépen lassan, de a drill az kiszedi az obsidiant is, tehát mint hogyha egy gyémánt pickaxe-el ütné az ember. Most már csak össze kell gyűjteni őket alul, és kiadni valahová. Aha, mert különben csak elégnek itt szerencsétlenek. Közönséges hopperekkel szerintem én ezt meg is tudom oldani. Egy pár obsidian, de egyébként már most dobok, oda nézzük csak. Nagyon jó, hát kerülnek is bele a ládába, és akkor van egy végtelen obsidian farmunk is. Ez is ennyire egyszerű volt, egy kis helytakarékosan megoldottam, most tényleg jöhet akkor ennek a dekorációja. Hogy minden egyes alkalma most így nagyba dekorálgatás. Közben jut eszembe, hogy minden egyes alkalommal van legalább egy vagy két komment, aki azt írja, hogy ó, Bence, látom, mely is változatos voltál, felvettél egy világos színű fekete pólót. De hogy pont ennek alkalmából lehet egyébként, mit tudom én, az 50. részre, ami egyébként már nincs is annyira messze, olyan leszek passzus, mint a szürke Gandalf, vagy nem tudom, ki fogok költözni full fehérbe. Felveszek egy fehér pólót, egy fehér pulcsival, meg egy fehér koronát, vagy nem tudom, fehér sapkát. És akkor tessék, egy rész erejéig meghazudtolom önmagamat. És én leszek akkor a fehér Bence. Na, mindjárt a végére érünk a catwalkos résznek. Lejjezhetjük a korlátokat. Így. Ah, zseni. Hát mennyit dob rajta, tényleg? Valós gyár érzése lesz az embernek. Nézzük meg még egyszer alulról is. Ó, hát nagyon, nagyon szuper. Hát ez kellett ide. És akkor a világítás már ezen a részen megvan. Ide lehetne még a földre elhelyezni szerintem ilyen kis világító blokkokat valahogy. Ja, így a lámpákat elhelyezve a földre is, meg egy kicsit áthelyezve a gépeket, így azért nagyon szépen korrekten összeáll a dolog. Ja, jó ránézni, jó ránézni. És jók ezek a chipdes glowstone lámpák is, hogyha azt vesszük, hogy ezen belül egy csomó új kinézetet meg tudunk adni ezeknek a blokkoknak is, pusztán csak dekorációból, de tök jó, megsporolunk egy csomó redstone-t, és ráadásul még jobban is néz ki, mint egy alap redstone lámpa. Egy pár ilyen target blokkot lehelyezzek, hogy nagyjából elképzeljük, hogy hogyan lesznek a dolgok, szóval így fog összeállni a lőtér, hogy így elszorva lesznek ilyen célpontok target blokkokkal, és hogyha ezt itt távolról megnézzük, akkor ki lehet majd válaszolni, hogy az ember mire lőjön, és akkor van mindenféle fegyverünk, ugye, és ráadásul ezek azt hiszem olyanok, hogyha így rálövök, akkor kiírja, hogy igen, hányat sebez. 11, 8, 7, 6, hát leginkább ilyen 3-as, 2-es, 6-os, 5-ös, ilyesmi sebzése van a dolognak.
Mert hogyha a bulleteknek is tényleg lenne dropja, pedig el... Vagy van dropja? Van dropja a bulleteknek. De durva ez. Erre most kell, hogy rájöjjek? Amúgy ez lehet, hogy nem is a sebzést nézi, hanem az, hogy mennyire lövök igen a közepébe. Oh. Tehát, hogyha közelről jövök, és mondjuk így a szélét lövöm meg, hogy csak 3, igen. Közepébe akkor 15. Aj, oh, de kár, miért nem azt írják, hogy mennyi a sebzés? Bárcsak lenne olyan, hogy... Dummy. De nincs olyan, hogy dummy, ez ilyen spawner egg van, training dummy, de hát ez spawner egget, ezt nem fogom tudni megszerezni, ugye ez egy ilyen ellenséges mob. Esetleg ilyen kreatív contraptionként meg lehetne mozgatni őket. Tehát, hogy lenne egy olyan célpont, mondjuk itt hátul, amiket ráteszünk egy minecartra, kreatív contraptionként, és akkor így mozogna szépen lassan egy oldalra, meg vissza. Fú, az is epic lenne, azt is ki kell majd próbálni. Nézzük meg ezt az animatronikot. Hát, ha esetleg ez... Ez milyen pontosan? Ez tényleg elég. Five Nights in Minecraft. Ez az achievementnek a neve. Aj, de kár, hogy ennek semmi olyasmi sebzése nincs, ami írná. Pedig ez... Tényleg ez lehetne mozgó célpont, de az ott nagyon jó, hogy ott írja kinn a távolba a dolgokat. Ugye ez egy olyan dolog, amit számítógéppel meg lehetne programozni, meg lehetne írni neki, hogy melyik kezét hogyan tartsa és miket csináljon. Na viszont egyelőre ideig haladtunk ebben az epizódban, következő részben találkozunk, és hát akkor befejezzük itt ezt a lőteres fejlesztést. Most inkább a dekorációval az épületen belül haladtunk egy csomót, meg itt kint is húztam egy utat, és igazából meg is van az ötlet, hogy hova fogom elhelyezni a fegyverraktárat, tekintve, hogy sajnos a fegyvereknek olyan sok hely már nem akad bentre, hát és bármelyik ablakon benézek, így fullosak a gépek. Az emeletre még gondoltam, hogy el lehetne helyezni, de hát sokkal jobban kezelhető lenne, és jobban is néznek ki, hogyha rögtön itt lenne a lőtér mellett, úgyhogy itt lesz egy ilyen bunker, mint ahogy a kódban is tudjátok, a kodos bunkereket mintájára fog elkészíteni egy ilyen kis impozáns bunker bejáratot ide, és akkor ott lehetne neki szépen sorba végig a falon az egyik oldalon a fegyverek, másik oldalon a lőszerek, hogyha ezeket még egymáshoz is tudnánk rendszerezni, ez megint csak egy plusz dolog, úgyhogy ezeket fogjuk elkészíteni a következő részekben, mára viszont idáig haladtunk, és találkozunk ott abban az epizódban. Annyira jó, hogy megcsináltuk ezt a lávás vonatot. Zseniális a dolog. Köszönöm, hogy itt voltatok, hamarosan találkozunk, addig is minden jót, és sziasztok!